Nem csak a helyes kardforgatást ismerhették meg a nézelődők, hanem a fegyverek fizikájáról is beszéltek a kardrend lovagi kör tagjai. Arról fog beszélni, hogy hogyan működik a vívás, miért működnek ezek a kardok, hogy hogyan használták őket, kik használták őket, miért használták őket. Idén is nagy nyüzsgés fogadta a Szent László napokra érkezőket. Az időutazókat elsősorban egy nagyszerű középkori hangulat várja, hiszen aki a zászló soron átvonulva megérkezik a kapunk keresztül, a Szent László kapunk keresztül, az alapvetően egy nagy jurt a városba cseppen. Az idén nagyon sok 14 jurtát építettünk fel erre a rendezvényre, hagyományőrzők jöttek az ország minden részéről, sőt van olyan jurtánk, amit tegnap a közösségi jurtaépítés keretében maga a közönség segítségével építettünk és szenteltünk fel, hiszen egy új jurta. Ez először van használatban. Itt egyébként, most ugyan a jurta előtt zajlik majd az előadás, mert nagyon meleg van, de a jurtában egyébként nagyon izgalmas előadások vannak. Ebben a jurtában pedig éppen egy előadás fejeződött be, ami természetesen szintén kapcsolódott a lovak királyhoz. Arról beszéltem, hogy Szent László koponyából pár évvel ezelőtt készült egy arcrekonstrukció tudományos eszközökkel, amely azért is érdekes lehet, hiszen a korabeli árpádházi királyainkról nem maradt fenn hiteles ábrázolás, és így a koponya csontból, ami most készült ábrázolás, ugye ez az arcrekonstrukció kapcsán, tulajdonképpen az első, amely bemutathatja azt, hogy egy királyunk, egy árpádházi királyunk hogyan is nézhetett ki valójában. És hát ezt a közönségnek elmondtam, volt számos kérdés is természetesen, és nagyon érdeklődtek a téma iránt. Nyilván nem kerülhettek meg a különböző témákat, mint például Szent Lászlónak a váradi kultuszát, vagy országos kultuszát, vagy éppen a győri Hermának a történetét, hogyan is került ide Győrbe, mióta van körmenet. Az aranypart ligetes része teljesen átalakult. A középkor minden eleme megjelent a hagyományőrzők jurtáiban, akik nem csak néhány órára, hanem több napra idézték fel az 1000 évvel ezelőtti hétköznapokat. A hitelesség nagyon fontos számunkra. Amit lehet, azt komoly kutatás előz meg, és amit lehet, azt a magunk kezével készítjük el, hiszen nem tudunk bemenni egy áruházba, hogy egy 10. századi kaftánt kérek 32-es méretben, hanem bizony múzeumokkal beszélünk, forrásokat kutatunk, a kézműves technikánk is ennek felel meg, és így igyekszünk felépíteni a jurtánkat, a fegyvereinket, a felszereléseinket, csizmát, kaftánt, mindent. És itt ilyenkor három napra egy kicsit átalakulunk középkorivá, itt is alszunk, szerencsére most már jó pár gyerek is van közöttünk, úgyhogy a kísérleti régészetbe ez is belefér. Hogy a gyerekeket hogyan tudjuk itt elaltatni, szerencsére ugye a színtiszta, gyapjú, kender, len alapanyagok, azok egészségesek, szépek, puhák, úgyhogy a gyerekek is velünk tanulják itt az életet. Mi a kérdés? Árnyékos helyen alakította ki műhelyét a kovácsmester, de még így is nagy volt a forróság. Ennek ellenére sokan megnézték, hogyan készültek a középkori fegyverek. A hétvége forgatagában lovagi tornák, kaszkadőrsó és látványos bemutatók színesítették a változatos programokat.